Sziasztok! Következik akkor most a báránynak nem ez a zsenília füles változata, hanem amikor ilyen kis láncszemes bongyorkák lesznek a feje tetején. Ezt úgy csináltam, hogy most minden harmadik sorba hátsó szembe öltöttem, mert ugye ezekbe a szálakba fogjuk horgolni elől ezeket a kis láncszemes húrkokat. És eljutottam a 35. sorig, most már a 2x fogyasztás következne, de ugye nehezebb úgy horgolni, hogyha már ki van tömve a fej, ezért most ezt itt abba fogom hagyni, kivétel, hogy megmutatom esetleg a kezdőknek, hogy egyébként itt, amikor hátsó szába csináljuk a fogyasztást, most ugyan itt nem az jön, de megmutatom. Jó, akkor azt úgy szoktuk csinálni, hogy itt most lenne egy fogyasztás, ugye a láthatatlan fogyasztást azt így csináljuk, azt biztos ismeritek már, viszont hogyha hátsó szába akarok fogyasztani, akkor ezt így nagyon nehéz lenne ezt így megcsinálni, úgyhogy a hátsó szába fogyasztás az a hagyományos fogyasztás, tehát hogy a két egymás mellett lévő szembe hurkolom, és úgy össze. Tehát hogyha itt most hátsó szába horgolnék, és fogyasztanék, akkor az így néz neki. Jó, de itt most nem erről van szó, úgyhogy ezt a sort befejezem, a 3x fogyasztást rendesen, mert hogy itt tartottam. Jó, ezt a fonalat most elvágom. Ha valakinek nincs kettő, akkor el kell vágni, két ugyanolyan gombolja. De egyébként amúgy is csak kerülgetjük, de ezt majd ugye be fogjuk fejezni a fejet. Jó. Tehát akkor ezt most itt hagyjuk, és akkor elkezdjük innen, ez a sor eleje, ahol a füle errefelé néz ki. Hát itt kezdődik a sorváltás, tehát itt fogom elkezdeni most, jó, hogy ezt így össze is kapcsoljam a zárás meg a... És akkor ez úgy néz ki, ez a kis bongyorka, nem is tudom milyen nevet adjak neki, tehát behurkoltam az első láncszembe, csinálok egy rövid pálcát, bocsánat, hogy a fonalam ne tehát hogy a fonal meg legyen, tehát hogy mondjam, ne bomoljon a fonalom. Na, tehát csinálok egy rövid pálcát, bocsánat, egy kicsit elhelyezkedem, és kicsit közelebb, jó, hogy jól lássátok. Tehát meghúztam, és akkor most következik 9 láncszem. 1, 2, 3, 4, 5, nagyon húzódott a fonalam, 5, 6, 7, 8, 9, és ha jól megnézitek, akkor most le fogok ölteni a mellette lévő kis vonalkába, tehát hogy ebbe a szembe hurkoltam ugye az egy rövid pálcát, illetve a 9 láncszemet, és akkor a mellette lévő szembe fogok egy rövid pálcát horgolni. Jó? Tehát akkor nem ugyanabban, hanem a mellette lévőbe. Akkor megint jön a 9 rövid pálca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. És megint ugye visszaöltök, ha jól látjátok, tehát nem ebbe, ahonnan kiindultam, hanem a mellette lévőbe. Egy rövid pálcával. Úgy hívjuk ezt, hogy visszaöltjük. Megint jön a 9 láncszem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ilyenkor, amikor a láncszemeket horgoljátok, akkor érdemes megfogni itt a tövénél a fonalat, hogy ne húzódjon ki még jobban, mert egy picit ugye kihúzódik, amikor én ide beleöltök ebbe a hátsó szába, akkor olyan, mintha egy kicsit kitágulna, ki is tágul, de egyébként a következő szánál, amikor meghúzzuk, és ide öltünk már, akkor egyébként visszacsúszik. Tehát ettől nem kell megijedni, hogy ez ilyenkor itt ki van tágulva, de mielőtt a láncszemet horgoljuk, ezt megfogjuk. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Még egyszer mutatom lassan, hát ha nem sikerült jól. Tehát volt ez a szál, ugye, ha itt meghúzod a kis kezeddel, akkor látszik, hogy melyikbe kezdtük, és közvetlenül mellette lévőbe egy rövid pálcát horgolunk. Hoppá, így keresztül mentem a saját horgolásomon. Egy kis javítás, egy láncszem még ki is jött, tehát ezt bepótolom, tehát egy láncszem, jó. Tehát visszajövök, itt ezt egy kicsit figyelni kell, hogy ne, mert itt az előbb keresztül öltöttem rajta valahogy, tehát hogy azt nem kell, ezt így lefordítjuk itt.
Jó, és akkor most már jó lesz. És akkor megint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. És jövünk vissza a mellette lévő szembe. Tehát meghúzom, láthatjátok, és akkor ide mellé a rövid pálcát. Ezt ilyenkor egy kicsit megfogom, lehúzom, és akkor könnyebben meg tudom horgolni. És így tovább. Most jövök vissza mindjárt a sor végén, ha lehorgoltam. Jó, hogy a következő sorra hogy váltunk át. Jó, visszajöttem, körbehorgoltam ugye most az első sornál, és itt az utolsó szemnél, hogy hogy megyünk majd föl a következő láncszemes sor, vagy na, FLO-nak hívják a front lob only, ja, itt nem is, hanem hogyha a rövid pálcát lehorgoltam, akkor ugye itt lenne a következő sor, ez a kis pálca, amibe bele tudunk ölteni, tehát ide most beleszúrjuk, és bár itt leöltöttem egy rövid pálcával, ide most még egy rövid pálcát horgolunk, hogy el tudjuk kezdeni a következő sornál is a láncszemök öltését. Jó, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Egyébként ez itt nekem azért volt behajlítva, mert így könnyebb belebökni az első szálba, hogyha itt így lehajtjuk. Jó, tehát akkor látom, hogy hol volt az első, mellette lévőbe horgulom be, megint rövid pálca, 1, 2, jó, akkor így szépen sorba megyünk a tetejéig, és amikor visszajövök, amikor a tetejénél vagyok, mert ugye be kell fejezni ezt a részt itt. Ismét visszajöttem, a második sornak a végén vagyok, tehát itt van 1, 2, de egyébként így teljesen így szinte összeolvad ez az egész. Itt vagyok a sor utolsó szeménél, tehát visszaöltök ugye ide, egy rövid pálcával, majd átmegyek a fölötte lévő sorban, ebbe a kezdő szembe, és itt is egy rövid pálcát horgolok, majd jöhet megint a 9 láncem, és így megyünk, folytatom tovább, majd megint jelentkezem. Jó? Jövök vissza, most tartok itt a tetejénél, mindjárt befejezem az utolsó, tehát itt volt befejezve a rövid pálca sor, ugye, és akkor itt vagyok az utolsó öltéseknél, mégpedig itt mindjárt ugye elfogy a hátsó szál, mint látjátok, még van 1-2 szemem, 1-2-t még meg kell csinálnom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de visszaöltünk a mellette lévőbe, rövid pálca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jó, még egy utolsó, mert itt még van egy ilyen vízszintes kis vonalkánk. Jó. Rövid pálca, és most azt fogom csinálni, ugye befejezés előtt, hogy ezzel a, amit itt az előbb abba hagytam, ezzel nyilván eljövök idáig, és akkor ezzel a szállal fogom folytatni, csak előtte ki kell tömni. Jó, a bárányka fejét, és mert most már nagyon kicsi lesz a rés, és kicsit összemegyünk, és akkor tömjük ki. Na szóval. Itt az igazgassuk úgy meg, hogy ilyen szép kis kerekpofia legyen, tehát hogy úgy tömjük, hogy így tömjük ki ezt a részt is.
Tömjük meg, amennyire lehet. Nem kell persze kőkeményre, csak úgy, hogy utána, amikor már behorgoltuk, ugye akkor el tudjuk igazítani, hogy jusson mindenhová. Jó, tehát akkor így fog kinézni a bárányfejünk most. És még, én még egy kicsit tömnék, viszont a tömjető anyagot nem hoztam eleget. A végén már ugye azért nehezebb lesz tőled horgolni ezt a részt, de hát megmondom őszintén, most 40 perc volt így kialakítani innen ezt a kis bundás részt, nem olyan vészes plusz munka, de szerintem nagyon cuki, úgyhogy megéri. Tehát, akkor most nézzük meg, hogy ez volt a befejező szálunk, ugye? És ott hagytuk abba, hogy 3x fogyasztás volt, tehát most jövünk vissza a 36. sorba, és ezt úgy fogom megoldani, hogy ezt az előző bunda befejező szálat is hozzáteszem, meg ezt is, és akkor tulajdonképpen most jövök a horgolással. Most jön szintén hátsó szálba, a két rövid pálca fogyasztás lesz, de megmondom őszintén, hogy egy szállat itt, hogy ez a fonal rögzüljön jó erősen, sima rövid pálcát csináltam, jó? És utána már mehet, úgy, itt most úgy sincs jelentőség, és akkor megint jön a hátsó szálba, és akkor mutatom most ezt a fajta fogyasztást, ugye amikor nem láthatatlan fogyasztást csinálunk, hanem megyünk a hátsó szálba, tehát egy, kettő, rövid pálca. És most jön a fogyasztás. Már nehéz, hogy tartsa az ember a fonalat is. Tehát áthúzom az egyik szemen, majd áthúzom a mellette lévő szemen, a hátsó részen, akkor most három lett, ugye nem úgy, ahogy szokott lenni, és a hárman egyszerre húzzuk át. És megint jön ez a hagyományos fogyasztás. Egy rövid pálca, két rövid pálca, majd megint jön egy fogyasztás. Egyik szemen át hurkolom, másik szemen át hurkolom, és a hármat egyszerre áthúzom. Egy rövid pálca, még egy rövid pálca, és egy fogyasztás. Egy, kettő, és áthúzzuk. Egy rövid pálca, két rövid pálca, és egy fogyasztás. Mert én X-et írok, mondhatjátok azt is, hogy 1x, 2x fogyasztás. 1x, 2x, és ja, figyelni kell, hogy hol a sor eleje, most itt nincs itt a jelölő, de ahogy kezdődik a fül, majd a másik. Jól látszik is, hogy itt volt a sor eleje. Tehát meg volt a fogyasztás. 1x, 2x fogyasztás. És akkor ide értem a sor elejére. Nem biztos, hogy még egyszer egy, kettő, nem. Tehát 1x, 2i, most itt már ugye minden sorba, hátsó szába öltünk. Fogyasztás, 1, 2, jó. És akkor most következik az 1x fogyasztás, ezt a szállat itt eltüntetjük, bedugjuk ide. Jó. Akkor most következik a egy rövid pálca fogyasztás szintén hátsó szálba.
Egy rövid pálca. Fogyasztás. Egy rövid pálca. Fogyasztás. Egy rövid pálca. Fogyasztás. Egy rövid pálca. Egy rövid pálca. Itt, tehát, hogy ez a bárányka csak azért nehéz kezdőknek, mert itt nagyon nehéz magát a horgulást tartani. Tehát, hogy egyébként nincs semmi extra öltés benne, inkább csak a még talán nem olyan ügyesek, kicsit kényelmetlenebb. Egy rövid pálca. És itt volt a fogyasztás, látszik, hogy itt volt a kezdő szem. Gyakorlatlanul, vagy na, nem gyakorlatlanul, kezdők még itt, ide is betehetik a sor elejét jelölő szálakat, hogy tudják, hogy hol kell befejezni. Én onnan tudom, hogy beleakadt. Na, még egyszer. Úgy. Kettő, és azért nem tudtam áthúzni. Tehát én onnan tudom, hogy tudom, hogy ez a fű rész mögött volt a kezdő sorom. Tehát csak azért nem raktam be a jelölőt. Jó? És akkor most körbeértünk, és akkor most minden szembe fogyasztunk. Egy, kettő, fogyasztás. Egy, kettő, turkolok, fogyasztás. Egy, kettőt hurkolok, fogyasztás. Egyet hurkolok, még egyet, fogyasztás. Most körülbelül, amikor 6 szem lesz, akkor fogjuk összehúzni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, akkor még egyet fogyasztok. Utolsó 6 szemet már összehúzzuk. És nem is most fogom összehúzni egyébként, hanem majd a végén. Mert akkor el kéne vágnom a fonalat, hanem most nemes egyszerűséggel lejövök ide, és folytatom a rövid pálcás. Nem jöttem el a végére. Viszont akkor csalunk, nem csalunk. Akkor rendesen befejezzük, és újra kezdtem. Most próbálom kitalálni, hogy a legegyszerűbb egyébként. Jó, tehát akkor azt mondja, hogy ezekbe a megmaradt kis szálakba, ugye ebbe már öltöttem, te lévő, befejezzük szépen, ahogy tanultuk. Most egy kicsit lazábbak itt a szemeket, attól nem kell megérni, mert ez a lehetetlen tartás miatt volt, mivel úgyis bele fogjuk horgolni ezt a sok bongyort, nem hiszem, hogy ki fog jönni a tömítés, de ha valaki szeretné, akkor ilyenkor befűzheti a tűt, és tulajdonképpen kicsit összébe öltheti. De én ezt most elcsomózom. Egyszer átjövök itt. Átjövök itt. Hoppá, így. Itt is csinálunk egy csomót. Ja. Ez meg történt, ezt most megpróbáljuk ezt lehúzni, behúzni ezt a szálat. Az azt jelenti, hogy itt valahol bemegyek, ugye? Átbökök rajta, és behúzom, és kihúztam. Jó, és akkor most befejezzük még ennek a résznek a bongyorkáját. Bongyornak teztem el. Érdekes módon, tehát itt volt befejezve ugye a bongyorka, ugyanakkor most már bongyorka, mert hivatalosan biztos nem így fogom leírni.
És akkor áthúzzuk a szálat, áthúzom a mellette lévőn, és csinálok egy rövid pálcát, mert ugye akkor könnyű a rövid pálcára elkezdeni a láncemeket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 9, jó. Megyek és visszaöltök ugye a mellette lévőbe. Ezt a fonalat ilyenkor ide húzhatjuk, mert akkor még itt vezetjük egy kicsit, hogy eldolgozzuk. Jön a rövid pálca, kicsit nehéz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9. Hát, hogy mi lefogom, eldolgozom mindjárt azt a maradék fonalat, mert itt zavar. Mellette lévőbe levöltünk. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jó. Én ezt a kezdőszálat most eldolgozom. Ez azt jelenti, hogy teszek ide egy csomót azért. Biztos, ami biztos. Jó. És amikor ezt így jól meghúztuk, akkor szintén kihúzzuk valahol. Áthúzzuk a testén. Jó. És akkor itt el is vághatjuk. Oké. Na, tehát meg volt itt a 9. Meg volt a 9. Visszaöltök, ugye? És hát szerintem ezt most itt nem mutatom tovább, mert hát végülis értelemszerűen ugyanúgy, ahogy eddig, szépen haladunk sorba. És ez most már spirálban van, nem kell ugrani, mert hogy így ugye teljesen körbe megy. Jó? A következő videóban jövök majd vissza a szemhímezésével. Jó horgulás nektek! Visszajöttem, már majdnem készen vagyok. Most tartok itt az utolsó öltéseknél, tehát ha jól megnézitek, akkor itt már csak a 6 darab befejező szál van, és ez az utolsó, ahol még van ilyen első szál, illetve még egy szem van, de az már most már nem is olyan fontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7, 8, 9, 9, viszont hogy a fejtető ne legyen azért ilyen kopasz, ezért most ugyan itt nincs hátsó szál, de egy pár helyre le fogunk ölteni, és hogy a közepére is legyen ilyen, úgyhogy ugyanúgy még egy-két-három öltést csinálunk ilyen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és hát így szemre megnézzük, hogy hova kívánkozik, mondjuk ide, és leöltünk egyet két szem közé. Jó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és akkor még itt úgyis olyan kis lyukacsos, legalább betömjük ezeket a kis lyukacsos részeket. Jó, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
5. Na, még egy utolsót, szerintem már ez lesz az utolsó. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc. Már ilyen erősen kell keresgélni, hogy hol van egy kis szabad hely. Ugye bár. Akkor itt most egy rövid pálcával ezt befejezzük. És még ugye ide csomozzuk egy-két helyen. Még öltünk egyszer egy. Most már át fogom húzni, és ezt már verni fogom. Úgyhogy, vagy horgolótűvel, vagy varrótűvel. Mert most már itt nehéz látni tényleg, hogy hol van itt bármiféle luk. De még azért találtam. Hát itt szépen áthúzzuk. Egy csomó, meghúzzuk erősen. Még esetleg itt valahol. Még egy csomó, de itt már nem is nagyon kell, mert annyira szoros. Jó, még egy csomó. Kihúzzuk valahol a fonalat, áthúzzuk a testen. Kijövünk ugye, ahol van. Jó, és akkor kihúztuk. Na, és akkor most egy kicsit összébb megyünk, hogy lássuk, hogy mégis milyen lett ez a fej. Hopp, itt egy szál, amit elhagytunk az elején, ezzel kezdtem, úgy látszik, akkor ez sincs eldolgozva, most látom, de nem baj, szépen áthúzzuk ide és eldolgozzuk. Amit kihozott egy kis tömítőanyagot is, ugyebár ez előfordul, beleakad, és akkor kihozzuk. Na. Na, csinálok még egy csomót, nem tudom miért, nem tudom, hogy az ott a kezdés mennyire volt eldolgozva. De inkább legyen rajta még egy csomó. Jó, és amikor jól meghúztuk, akkor elhúzzuk még egyszer ezt így a belsejébe. Véletlenül se akarjon kibomlani. Jó, belejött át, nem baj, előfordul, csak a fele akad bele, jó, megint csak a fele, jaj, de nem akarodzik már ennek ez, jó, és akkor levágjuk ezeket a kis bongyorkákat, óvatosan, hogy belevágjunk a másikba, na, és akkor most elkészült ez a báránykánk. Úgyhogy most nem, ja, ez az eleje, mindig a fülét kell figyelni, hogy melyik az eleje. Jó? Mindjárt jövök majd a hímzéssel, ez ilyen csukott szemű bárányka lesz. Sziasztok!